Örvendetes napunk táma. Örömhírt vittek a katolikus hívek húsvét hétfőn Tolnáról Mözsre. A megfeszített Jézus feltámadását ünnepelték. A településen néhány éve elevenítették fel az Emmaus járás hagyományát. A szokás annak a bibliai történetnek állít emléket, ami szerint a Jeruzsálemből Emmaus felé tartó tanítványoknak megjelent a megváltó. Ők viszont elsőre nem ismerték fel, csak később egy vacsora során jöttek rá, ki is szegődött melléjük. Most elindulunk ezen a másnapi ünnepen, húsvét hétfőn egyik közösségből a másik közösség felé megerősíteni ennek a hírnek a valóságát, hogy hitünknek közös ez az alapja. Nyilván megünnepeltük az elmúlt napokban, itt is, ott is a szentmiségben húsvét nagy ünnepét. Most viszont egy örömteli találkozással szintén szeretnénk ezt kimondani, akként is, hogy utcán, proszekcióban, gyalogosan, énekelve, imádkozva zarándokolunk. Tolnán a hívek a helyi hagyomány szerint a Kálvária kápolnától indulnak, és a mözsi templomig zarándokolnak. Az út során Jézus feltámadását, az élet halál feletti győzelmét, a katolikus hagyomány legnagyobb ünnepének örömét hirdetik. Amikor kihegyezve kérdezik, és kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, akkor hát azt kell mondanunk, hogy miért is lett emberré az Isten? Azért, hogy megváltson. És de facto ez a megváltás Jézus kereszt halálában és feltámadásában, húsvétban realizálódott. A tolnai Emmaus járást ezúttal is húsvét hétfői szentmise zárta.